Szia! Ebben a videóban a gázlángozásról szeretnék még kicsit bővebben beszélni, amit említettem már az egyik videóban, és mégpedig arról az oldalról megközelítve, amikor ezt önmagunkkal csináljuk. Ezért is adtam a videónak azt a címet, hogy csak beképzelem. Biztos csak beképzelem, mert hogyha valaki egy ilyen tükröt mutat nekünk, hogy folyamatosan érvényteleníti az érzéseinket, azt, amin keresztül megyünk, a tapasztalásunkat, azért, mert ő másképp látja a dolgokat, azért, mert ő azt nem tapasztalta. Az 1944-es, ha jól emlékszem, Gázláng című filmről kapta az elnevezését, ez a kifejezés, amikor a férfi elérte a feleségénél azt, hogy őrültnek higgye saját magát, mert a pislákoló lámpákra, amiket a férfi babrált meg, folyamatosan azt mondta a férfi, hogy nem, rosszul látod, és ezért a nő elkezdett kételkedni a józan eszében, és ahelyett, hiszen ha bízott volna magában, akkor azt mondta volna, hogy már pedig én látom, hogy ez történik, és nem én vagyok a hülye, akkor bízott volna magában, és nem kérdőjelezi meg saját magát, és nem jut el oda, hogy elkezdi úgy érezni magát, hogy most megőrültem. És ez a sztori, ez a film azért nagyon érdekes, mert ezt mind csináljuk saját magunkkal, amíg nem bízunk magunkban, amíg másokban mondjuk jobban bízunk, mert olyan pozícióban vannak, mert azt gondoljuk róluk, hogy szakértők, tanítók, tehát ez végülis többször megesett velem oly módon, hogy én érzékeltem valamit, éreztem valamit, és az a közeg, amiben voltam, nem rossz szándékkal ugyan, az a durva, hogy ebben a filmben a férfi ezt tudatos, gonosz szándékkal, manipulatív módon vitte véghez, következetes módon, hogy fokozatosan a nőnél ez történt. De a legtöbb ember ezt nem direkt csinálja, és pont ezért kell, hát azért is, hogyha valaki mondjuk direkt akarná velünk ezt csinálni, de azért is, hogyha egyszerűen csak ez történik, mert a másik nem akar bántani bennünket, sőt, nagyon sokszor megesik, hogy olyanoktól jön ez felénk, akik egyébként szeretnek bennünket, meg jót akarnak nekünk, és mégis, mivel nem tudják hova tenni a saját hitrendszerükben, rendszerükben, elképzeléseikben azt, amit elmesélünk neki, ezért így lesöprik, félresöprik, nem foglalkoznak vele, nem vesznek róla tudomást, és ettől olyan kicsinek érezhetjük magunkat, hogy az, amit érzünk, az, amit gondolunk, nem számít. Jó, most nem menjünk abba bele, hogy a gondolatok, érzések valójában nem a miénkek, de mert a szinteket a helyén kell kezelni, nem szabad összekeverni, hogy igen, abszolút szinten nem a miénk, de mégis csak akkor érezhetjük jól magunkat a bőrünkben, hogyha megtanuljuk értelmezni ezeket az érzéseket és gondolatokat, mert amikor
béke van bennünk, akkor nincsen ellentmondás, kognitív diszonancia bennünk, amitől ilyen kellemetlen, kényelmetlen érzések jelennek meg. Üzenetekként jönnek a lelkünktől ezek a kellemetlen érzések, hogy valami nincsen rendben. Szóval az is fontos szerintem, hogy egyáltalán tudatában legyünk annak, hogy létezik egy ilyen dinamika, amit mindenki működtet, hogy észrevegyünk, amikor valaki nem gonosz szándékkal, de így viselkedik az irányunkban, és azt is észrevegyük, amikor mi csináljuk mással, és aztán ennek még finomabb szintje a finom hangolás folyamán az, hogy észrevegyük azt, amikor ezt mi csináljuk saját magunkkal, azaz két aspektus viselkedik így egymással, így viszonyulnak egymáshoz. Tehát megjelenik bennünk valamilyen érzés, gondolat, és aztán rögtön jön egy másik aspektus, ami azt félre söpri, hogy nem, itt ez az intuíciónál nagyon sokszor megjelenhet, hogy jön ez a gyengét, finom, csendes hang, ami mond nekünk valamit, de ugye, ha követjük azt a hangot, annak természetesen lesznek hatásai, következményei, amire talán még nem állunk készen. És ezért történik az, hogy akár a másodperc töredék része alatt bejöhet egy olyan másik részünk, ami ezt gyorsan így besöpri a szőnyeg alá. És minél inkább tudatosak, őszintébbek tudunk lenni magunkkal, minél inkább finomra hangoltak vagyunk, minél kevésbé nyerünk bármit abból, hogy fenntartsuk azt az adott szituációt, kapcsolatot, amivel kapcsolatban jön egy megérzés, egy gondolat, egy érzés, ami lehet, hogy egy világot dönt bennünk össze. Mert ugye, amikor ez megtörténik, és jön egy tágulás, és rálátunk arra, hogy milyen mintákból működtünk addig, akkor ott általában jön még egy adag réteg, hogy amin csak az önmegbocsátás által tudunk keresztül mozogni. Szóval, ha egy tudattalan szinten úgy érezzük, hogy hát erre még nem állunk készen, akkor ez meg fog történni. Szépen gázlángozni fogjuk saját magunkat, egészen addig, amíg már túlságosan fáj. Viszont ha tisztában vagy azzal, hogy létezik egy ilyen dinamika, és megvizsgálod azt saját magadban, hogy ez nálad milyen gyakran fordul elő, mikor szokott előfordulni, illetve mik azok az érzetek, amiket általában a szőnyeg alá söpörsz, mik azok a területek, vagy mi az a terület jelenleg, ahol ez történik, akkor a tudatosítás után már nem sokáig lehet húzni szerencsére, csak hát attól még ugyanúgy kellemetlen, kényelmetlen, fájdalmas tud lenni a változtatás. De hát csak azon tudunk változtatni, amit elismerünk. Úgyhogy most ez a videó is kissé egy ilyen informatívabb, csak egyszerűen a tudatosítása annak, hogy ez van az emberi tudatban, biztos, hogy bele fogsz futni, sőt, valószínű, hogy már számtalanszor megtörtént veled. A lényeg, hogy felismerd, és feltérképezd azt, hogy te hogyan tudsz erre nemet mondani. Azaz,
hogy értékeled-e az olyan kapcsolatokat, tovább működteted-e azokat a kapcsolatokat, ahol az érzéseid, a gondolataid, a véleményed nem fontosak. Háttérbe szorulnak. Hiszen saját magadon belül ezzel biztosan foglalkoznod kell, mert magadtól nem tudsz elmenekülni. csak ott a kiút, hogyha átmozogsz ezeken. Az viszont eldönteted, hogy a kapcsolataidban ezt eltűröd-e, vagy nem. Sok felismerést kívánok neked ahhoz, hogy őszintességgel ezeket bevald magadnak, és aztán változtatni tudj. Ha van kedved, akkor oszd meg a tapasztalataidat a videó alatt, és iratkozz fel, ha még nem tetted. Szia!